Szeretettel köszöntök mindenkit. Az imént fejeztem be a koronavírus tudományos és tudománytalan információiról szóló második tanulmányomat, és vetettem a weboldalamra, és nagyon remélem, hogy mindazok, akik elolvassák, azok a pánik üzemmódról fokozatosan átkapcsolnak a kreatív üzemmódra, és inkább elem keresik az egész jelenségnek az okát, és nem pedig a félelemben gubbasztva várják a további eseményeket. Azt gondolom, hogy ahogyan az egész jelenség elején az első filmemben is mondtam, lehet, hogy ki fog derülni, hogy mesztelen a király. Szerintem a pánikkeltés erőinek már nem sok van hátra. Látható, hogy egész Európában tetőzik a járvány, és nincsenek rettenetes csúcspontok. Németországban üres kórházi ágyak, intenzív osztályok, tehát tulajdonképpen még Olaszországban is az egyetlen hely, ahol nagyon nagy túlterheltség volt, az Lombardiában, ahol elsősorban az ott keltett pánik okozta ezt a túlterheltséget, nem pedig a vírus. Hiszen tudjuk, hogy rendkívül idős a ottani népesség, nagyon sok idős otthon van és otthonápolás, és az elindult pánik következtében azok az egyébként is túlterhelt emberek, akik ott szolgálatot végeztek és a betegeket, illetve az időseket ellátták, azok pánikszerűen elrohantak az országból, ott maradt mindenki ellátás nélkül, az egyébként is túlterhelt kórházi osztályokkal, intenzív ágyakkal, és hirtelen megrohanták, előzönlötték az osztályokat, és így aztán készültek a nagyszerű pánikkeltő felvételek, ami egész Európának a motivációját adta, hogy még nagyobb pánikba kerüljön. Még mondtam, hogy ha nem lett volna ez az olasz, és hát hasonlóan a spanyol helyzet, akkor az egész pánik Európában nem uralkodott volna így el, és nem születtek volna ekkora politikai döntések arról, hogy hogyan izolálják az embereket egymástól. A járvány láthatólag egyre enyhébbé válik, és nálunk sincs semmiféle tetőpont. Az influenza járványok idején ennél sokkal több probléma történik és haláleset, nagyságrendekkel nagyobb. És hát ezekről a jelenségekről beszélek, vagy írok a tanulmányomban. Tudjuk, hogy most sincsenek még igazi mérőszámaink, és az egész rendelkezés együttes, ami született a járvány kapcsán, az mind megalapozottság nélkül született, hiszen nincs egy olyan jelzőszámunk, hogy a társadalomban mekkora a fertőzöttségnek az aránya. Mindig azt mondják, hogy majd ugye most mondjuk hétvége volt, és csökkent a fertőzöttek, újonnan fertőzötteknek az aránya. Hát persze csökkent, mert kevesebb tesztet végeztek, és akkor arányosan kevesebb a fertőzés is. És persze ezekből arányosan kevesebb a megbetegedés. De hát tudjuk, hogy elég nagy arányban, a véleményem szerint olyan 97-99%-ban szinte tünetmentesen vagy kisebb légúti tünetekkel zajlik le az egész fertőzés. Nos, tehát az én véleményem az, hogy nem indokolt ez az óriási pánik, nem indokolt ez az óriási intézkedés halmaz. Mindemellett természetesen mindenki csak arra biztathatok, hogy tartsa be mindazokat a jogszabályokat és előírásokat, rendeleteket, amelyeket a vezetés előír számunkra. De arról is, abban is biztos vagyok, hogy ami a médiákból folyik, az tovább fokozza csak a pánikot. Minden nap elsorolják, hogy hány új megbetegedést észleltek, ami hát
ugye azért van, mert végeztek teszteket, és így találtak megbetegedetteket is. Minden nap elsorolják, hogy hány új halott van, akiről nem tudjuk, hogy pont a koronavírus miatt halt-e meg, vagy esetleg más okok miatt. Tudjuk, hogy nagyon sokféle betegségben szenvedtek, 75 év átlag életkoruk volt, és nyilvánvalóan emiatt indokolt lehet, hogy esetleg elhaláznak, de hogy a koronavírus okozta-e, vagy más okozta a halálukat, ezt nem tudhatjuk. Nagyon érdekes, hogy például a Robert Koch intézet Németországban azt súlykolja, hogy nem szabad a patológusoknak, kórmoztonokoknak elvégezniük a boncolásokat a koronavírusos esetek kapcsán, mert hogy a cseppfertőzéssel elég nagy a veszély, hogy esetleg megfertőződnek. Olvastam olyan cikkeket, ahol a patológusok tiltakoznak, hogy ugye eddig is a prion fertőzésektől kezdve az összes fertőzöttet felboncolták, és így tudtak tudományos adatokhoz jutni. Most miért csak ennél a betegségnél lenne indokolt a boncolások tiltása, hiszen akkor valóban soha nem tudhatjuk meg, hogy mi is volt valóban az oka a megbetegedésnek. Tudjuk, hogy Kínában is gátolták a boncolásokat, így onnan is elég kevés adat származik. Tehát nagyon a levegőbe lóg minden, és hogy így csökken a megbetegedéseknek a száma, csökkennek a mérések, a mérésekkel se találnak elég megbetegedést, ezért nagy valószínűséggel ez a járvány hamarosan le fog csengeni, vagy ez a járvány keltette hisztéria, és remélhetőleg a rendelkezésekkel is megpróbálják mi hamarabb rendbe tenni ezt a pánik okozta óriási változást az életünkben, negatív változást. Persze mindent fel lehet fogni pozitívan és negatívan. Valójában mindenkinek jól jött egy kis pihenő, mindenki újra gondolhatja az életét, de reméljük, hogy a lufi hamarosan kipukkan, addig is olvassák el a cikkemet. Minden jót kívánok mindenkinek, jó egészséget, üdvözlöm Önöket!